Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és azonnal mondom, sorolom, hogy mi minden lesz a mai magazinban. Nos, aras, rózsám, aras, megadom a garast, ha én meg nem adom, megadja galambom. És itt a meleg, itt a nyár, mezítlábjára madár. Jeles napok, népszokások, ezúttal aratás havában, júliusban is. Vendégünk a hatos csatorna állandó szakértője, Tátrai Zsuzsa néprajztudós. Aztán Ádám és Éva és Vazarelli pillanatok, valamint budavári palotta koncert. Néhány előadás bemutató erejéig Budapestre költözött a Pécsi Balett, amely egyébként 60 éves, és mindenről, meg a nyári programokról is beszélgettünk a társulat művészeti vezetőjével, itt lesz Vince Balázs. Majd pedig, ha nyár, akkor Balaton átúszás. A nem mindennapi esemény rajtja július 31-e sok-sok újdonsággal és sok-sok résztvevővel, hiszen a jelentkezés még mindig folyamatos. A részleteket elmondja itt a stúdióban Mát István versenyigazgató, és még most jön a romantika. El nem tudni mióta, de július 6-a mindenhol a világon a csók világnapja. Csók az irodalomban, a filmvásznon, a képzőművészetben, szóval szobrászatban, festészetben és szinte mindenfelé. Természetesen megmutatjuk a leghíresebb jeleneteket ezügyben külföldről és Magyarországról is. Kezdünk! Engedelmeddel egy mondókával kezdem, ami az egész összesen két sor, azt mondja, hogy itt a meleg, itt a nyár, mezít lábjára madár. Hát ez nagyon aranyos, de azt hiszem, hogy tényleg itt az utóbbi időben tényleg kánikula és hőség volt, és még van is. Hát igaz, hogy gyorsan megy az idő, de hát azért még a nyár végéig van egy kis időnk. Kicsit túl teljesítette idáig a dolgokat. Így de van. Valahogy az az érzésem, hogy előbbre jött az idő. Igen. És az, amit júliusban szokásos, az már itt júniusban lassanként lezajlott, hát vagy reméljük, persze, hogy lezajlott, nem tudjuk. Hát meglátjuk. Egyébként most ezt mondják ugye, hogy Szent Jakab hava, aztán az aratás hava, nagyon-nagyon sok elnevezése van ennek, és csak azért, mert ugye mindig itt az elején meg szoktuk beszélni, hogy tulajdonképpen Quintilius volt a Rómában még annak idején, mert hogy ez az 5. hónap volt, úgy mint Quint, és akkor volt ez a drága jó Marcus Antonius, aki behízelgett, és akkor ő mondta, hogy miután Cézárnak a születésnapja, ennek a hónapja 12-e, akkor legyen július, úgyhogy behízelegte magát a császárhoz. De tényleg nálunk nyárutó, meg aratás, meg szóval mindenféle. Na hát ezt majd úgy is szóba hozzuk, de hát érdekes, hogy mondom, most ebben a hónapban is, mikor megnéztem, tele vagyunk megint zivatarral, meg villámmal. Az pedig nem túl jó az aratás időszakában. Ugye június 29-e Péter Pál napja, az volt aratás egyik kezdőnapja. Igen. És a másik pedig július 2-a, uh-huh, ugye a Sarlós Boldogasszony napja. Igen. És Sarlós Boldogasszony napját azért is nevezik Sarlósnak, uh-huh, mert régen az asszonyok arattak Sarlóval. Igen. És aztán ennek a hagyománya abban élt tovább, hogy ezen a napon gyógyfüveket szoktak sarlóval vágni. Hát az, hogy mostanában is hát, előfordul-e ilyesmi? Akkor gyógyfüveket? Akkor ez biosarlós azt. Biosarlós boldog azt, hogy... De hát az aratás időszaka, és persze, az aratás az a legnagyobb munkaideje, úgyhogy nem véletlen az, hogy a július hónapban nincsenek különösebb népszokások. Nem sok. Nincs is rá mód, mert, uh-huh, mert a munka miatt erre nem volt lehetőség. De buli is volt mindig az aratási ünnepségeken. Az más kérdés, aha, hogy aztán az aratás végén nagyon nagy ünnepséget rendeztek, uh-huh, felvonulást, a felvonulás után pedig arató bált, arató, uh-huh, koszorút készítettek a betakarított gabonából, az, és aztán a követ abból vetettek is, abból kimorzsoltak szemeket, ja, mert a sikeres aratást így próbálták továbbvinni a következő sikeres aratásra. Mennyi eszük volt? Úgyhogy valahogy olyan érdekes, hogy a néphagyományban összekapcsolódnak a dolgok egymással. Uh-huh. Egyébként hoztam egy dalt ide, mármint az aratási bulikról. Azt mondja, aras, rózsám, aras, megadom a garast, ha én meg nem adom, megadja galambom. Hát ezt is énekelgették. Ez is nagyon praktikus. Hát pontosan, persze. Na de itt annyiféle Margitról beszéltünk már, hogyha, hát aratás, igen. De még egy eszembe jutott az aratásról, és ezt sokkal jobban tudod, hogy
hogy az aratókat először vagy elsőként meglátogató gazdát, azt megkötözték, már a gabona szárával összekötözték, és csak úgy engedték ki, hogyha megváltotta magát borral vagy pénzzel. Így van, meg még vízzel is öntözték, hogy a következő esztendőben is legyen elegendő eső a gabonára. Aha. Tehát az az érdekes, mondom, hogy a következő aratásnak a sikerét is a meglévő aratás idején próbálták már biztosítani. Hát igazuk is van, mert legalább nem csak az időjárásra bízták, hanem én is. Na most azért mondtam, hogy annyiféle Margit van, és olyan sokszor beszéltünk már legyes mindenféléről, de ez a bizonyos 13-a, ez a mérges Margit, hát nem tudom, hogy miért mérges, de az biztos, hogy azt mondták, hogy Margit napja ma vagyon, tyúkot üssenek agyon, üres zacskóval járok, pénzt adjanak, azt várok. Mert állítólag ilyenkor is a gyerekek mászkáltak. Ez elég érdekes dolog egyébként. De miért mérges? Hát valószínűleg esőt hoz. Ja, az lehet. Egyébként az az érdekes, hogy ez az időszak arról szól, hogy viharok, hogy kellemetlen az időjárás. Ja, 20-án is ez az egyik leglényegesebb. Ja, ez az illés. Illés napján, ugye azt szokták mondani, hogy amikor dörög, hogy illésnek a szekere zörög, vagy hogy hordókat görget az égen, és azt mondták, hogy ilyenkor nem szabad dolgozni kint, mert hogy az illetőbe belecsaphat a villám. Akkor ez is egy dolog tiltónap, szerencsére ez volt jó néhány. Igen, tulajdonképpen azért jók ezek a jeles napok, mert általában a dolog tiltónapok, hát hogy csak röviden visszatérve ezekre az aratási kezdőnapokra, ezek sem azt jelentették, hogy aznap kezdték az aratást, aznap megáldották a szerszámokat, oda vitték a templomhoz, és esetleg valami ilyen jelképes aratás kezdet volt, de maga a munka, az tiltott volt ezen a napon. Aztán másnap nekiálltak. Tehát azért jók voltak ezek a napok. Persze. Na most illés, ugye, hogy nem szabad kimenni, belecsap a villám, de hát itt van mondjuk másik zivatarhozó nap, Mária Magdolna, ami a 22-e. Valószínűleg évszázadok óta az a tapasztalat, hogy ilyenkor több vihar van, meg többet esik az eső. Hát ennek most napjainkban azt hiszem tanúi lehettünk. És Mária Magdolnánál azt is mondták, hogy azért is esik az eső, mert Mária Magdolna siratja a bűneit. Ugye régen a kislányoknak egyébként a legfőbb ékessége a hosszú haja volt. Erről is már sokszor beszéltünk, hogy amíg valaki leányzó volt, addig az volt a legfontosabb, hogy szép hosszú legyen a haja. Igen. De amikor férhez ment, bekötötték a fejét, asszony lett, fölkontyolták, soha többet a hajából semmit nem lehetett látni. De a kislányoknál nagyon fontos volt, hogy szép hosszú hajuk legyen, és éppen ezért Mária Magdolna napján vágtak egy keveset a leányzó hajából, abban a reményben, hogy akkor majd hosszabbra fog nőni. Jé, hát de lehet, hogy az is benne van, hogy amikor a bűnös asszony, hogy így mondjam, amikor hogy Krisztus lábát ott törölgette, ott is a könnyek előjöttek. Meg hosszú haja volt. Igen, hát és hosszú ez haja a hosszú volt. Haj, meg a könnyek, tehát az egyikből az esőre jósolnak, a másikból pedig próbálják a leányzó haját növeszteni. Szóval ezek is nagyon érdekes dolgok. Hát persze. Na most, amit említettünk itt az elején már, hogy Szent Jakab hava, róla mit kell tudni? Jakab napig le kell aratni a zabot. Itt ennek az a lényege, az a zabaratásnak az utolsó időpontja. És hát Jakab egyébként ilyen különleges kalapban ábrázolják, és ő az úton lévőknek az egyik szentje. Mert általában ezek a neves emberek, szentek, valakiknek általában a védőszentjei. Igen. És így Jakab is a védőszentje. De hát akkor az úton lévőknek, akkor ez nem meg a kalapkészítőknek. Meg a kalaposoknak, de úton vannak, akkor ezek szerint ám még a hajósoknak is, mert azok is úton vannak. Azt hát nem tudom. Lehetséges. Minden esetre hozzájuk imádkoztak, és tőlük várták a jó szerencsét. Igen, és Jakab ugye Szent Jakab, legalábbis én azt olvastam róla, hogy ő volt az első, aki vértanú halált szenvedett. Hát, és nagyon sokan így jártak. Hát az az érdekes, ugye, hogy a szenteknek egyrészt védszentként tisztelik őket, másrészt olyan dolgokat tulajdonítanak a
feltehetően a naptári elhelyezkedésük miatt, amikhez esetleg semmi közük nincsen. De valószínűleg ez azért is lehetett így, mert az emberek nem ismerték a naptárat, persze, és a szentekhez igazították, azt könnyebb volt megjegyezni. Igen, de azért, hát ezt, hogy is mondjam, csak komoly kutató emberek, mi is másik műsorban beszélgettünk ilyenekről, azért mindig elmondják, hogy a legendáriumokban is van valami valóság alap, szóval azért nem véletlenül alakultak ki ezek a dolgok. Hát ez biztos. Ugye? Természetesen hát így van. És nem maradtak föl évezredeken át. Persze. Akkor nem maradt volna meg ennyi időn keresztül. Igen, és ha most kitekintünk külföldre és eltekintünk az aratástól, van egy csomó dolog, ami szinte minden népnek a legendáriumában megvan, kezdve az indiánoktól, kezdve napjaink bárhol is. Szóval ezek azért nem véletlen dolgok. És ebben a hónapban van még ugye Szent Anna. Hajjaj, még egy szent, tényleg. És ő Szűz Mária édesanyja. És a gyermeket várók hozzá könyörögtek, akik szerettek volna a gyermeket, szintén hozzá könyörögtek. És az évnek bizonyos napjait keddet is Szent Annának szentelték. És természetesen templomokat is az ő nevére szenteltek. És ő megint csak patrónusa, például a szabóknak. Hát azon kívül, hogy a szülőasszonyok, vagy amiket elmondtál. A szülőasszonyoknak. És ugye Anna napkor bálokat is szoktak tartani, és hát nevezetes ma is Anna bál. A füredi Anna bál. Azt nem mondtuk, hogy ugye ez 26-a már a Szent Anna napja. Na de hát ez is megmaradt mindenféleképpen, és hát én nem tudom, mi minden kapcsolódhat még hozzá, de hát az Anna napot is mindenhol ülik, ünneplik. És egy kedves vagy kedvenc női nevek közé tartozik, nagyon érdekes módon sok név feledésbe merült, de hogyha megnézzük, most az én unokám is Anna, hogy a fiatalabb generáció számára is kedves név maradt. Igen. Habár manapság már nem azért adják annak a szentnek a nevét, akinek a nevét adják a gyerek számára, hogy oltalmába ajánlják. Igen. Sokszor erre már nem gondolnak. De hagyományosan azért volt annyi Anna nevezetű is, mert Szent Anna oltalmába ajánlották azt a leányzót, aki ezt a nevet kapta. Nagyon szép név, és nagyon sok Bece neve is van. Ancsa. Panni. Panni, tényleg. Ani, tehát tényleg nagyon-nagyon sokféle módon lehet becézni is, és hát ezúton kívánunk az Annáknak az is Annáknak. Majd boldog névnapot. Így van. Meg az összes névadó szent nevének is. De ahogy mondod, szóval tényleg nagyon sok név eltűnt, szóval Annák vannak, most is Zsuzsannák is vannak, hát, szép számmal, de nekem is egy csomó ismerősöm, de például Mária az már azt hiszem kevesebb van. Nagyon Sándor kevés. Is, Ferenc. Szóval valahogy nagyon. Hát István kevés. Meg János sem. Igen, nagyon. Tehát, igen. De vannak, amik meg kedveltebbek, talán a Benedek, meg igen. Bálint, mert ezek meg sőt, még olyan is van, divatossá váltak. Hát meg a sorozatokból, amiket kiszedtek, úgyhogy most már nagyon-nagyon gazdag és hatalmas tára van a neveknek, az biztos. Na most, hogyha tényleg itt visszanézünk, hogy ezek a bizonyos szentek, és mondhatod, hogy bevitték az aratáshoz szükséges eszközöket a templomba. Hát azt meg lehetett csinálni, és akkor ott a pap megszentelte, meg megáldotta, meg mindent, de hát mondjuk a sarlót be lehet vinni még a kaszálkapát is. De a templom falához támasztották. Vagy oda támasztották. Na, de azt akarom kihozni belőle, hogy ezek olyanok, amiket oda lehetett támasztani. Ja, igaz, akkor még nem volt aratócséplőgép, hát meg kombány. Nem. A kaszát, meg a sarlót vitték oda, és azt szentelte meg a pap. És ezt hogy csinálta a pap? Szentelt vízzel? Vagy hát feltehetően szentelt vízzel körbe megszentelt. Ezeket. Nagyon fontos volt az, hogy minden munkát Isten nevében indítottak el, és azért az aratáshoz tényleg nagyon sok erő és energia persze. kellett mindenkitől. De ez a bizonyos áldás, most ez nem a vallási kultúra műsor, de mindig beszélünk róla, és nem csak a katolikus vagy a kereszténységről, hogy az ételt, az italt, az aratószerszámokat, és még egy csomót ezt a jobban tudott sokkal, ezeket mind-mind megáldotta a pap, vagy megszentelte.
Igen, mert ettől különleges hatalommal ruházódott fel. És el is hitték, vagy hittek benne nyilván. Ez erőt ad az embereknek. Igen. Ez erőt ad. A jó kívánság, az áldás, az mindig segítséget és erőt ad mindenki számára. Igen. Ezért sokszor gondolom, hogy a rossz szavak, meg az átok helyett, meg a rossz gondolatok Igen. helyett, valahogy az embernek arra lenne szüksége, hogy a jót sugározza a másik felé. Pontosan. Mert az visszasugárzik ő rá is. Igen, igen, igen. Hát ez az, amit úgy is lefordítottak, hogy jobb adni, mint kapni, meg egyáltalán. Hát tényleg, hát nem tudom most hirtelennyében ebben a világban milyenek vagyunk, de azért nagyon sokan belátják azt, hogy nem mindig úgy van, ahogy ők gondolták, és nem akarom elviccelni a dolgot, de minden esetre Woody Allen azt mondta, hogy én ateista vagyok, Isten bizony. Ennyi. Hát Zsuzsa, akkor én azt hiszem, hogy nem leszünk mérgesek, mint Margit, és csak miután tényleg nagyon sok vihar volt Európa szerte, és mindenhol villámlott, és az egyik helyen teniszlabda nagyságú jég esett, szóval minden szétment. Most akkor ez az ivataros hónap, hát ez is el fog múlni nagyon gyorsan, mint ahogy már rövidülnek a napok. És bízunk abban, hogy meg lesz a mindennapi kenyerünk. Igen. És lesz elegendő gabona, és lesz mit betakarítani. Állítólag jó termés lesz. Hát ez a lényeg. Hát így van, kész. A többivel meg csak megveszünk. Nagyon szépen köszönöm, és akkor megígérhetjük, hogy augusztusban is találkozunk. Azt hiszem, hogy akkor kicsit hosszabbaknak kell majd lennünk, mert azért az augusztus hónapban, most nem augusztus császárra gondolok, de ott azért megint nagyon sok minden van. Sok minden van, és ott azért már kezdődnek az ünnepek. Így van. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és külön öröm számomra, hogy itt a budapesti stúdióban tudunk találkozni, már csak azért is, mert pécsi illetőségű vagy, és természetesen a pécsi balettről kezdek rögtön kérdezni, mert te azt csiripelték a verebek, hogy Budapestre költözött a pécsi balett. Hát szóval azt hiszem, hogy ez így egy kicsit ezzel a megfogalmazással kicsit félreérthető, de tulajdonképpen igazat mondtam, ugye? Igen. Egy hétre felköltöztünk, hiszen most volt az Ádám és Éva bemutatónk a Nemzeti Táncszínházba, és ugye a főpróba héten, egész héten itt voltunk, most ismerkedtünk meg a díszlettel, a jelmezzel, most állítottuk be a világítást, a színpad méreteket, arányokat összefésültük a mozgással, szóval igen, felköltöztünk egy hétre, így van. Na most akkor ez rendben van, de lesz ebből még előadás? Természetesen, most már 16 éve vezetem a pécsi balettet, és tudomásul vettük mi is, hogy Magyarország fővárosa Budapest, és minden egyes pécsi bemutatónk után van egy budapesti bemutató is. De most az Ádám és Éva kapcsán Budapesten volt az első bemutató, és novemberben lesz majd az Ádám és Évának a pécsi bemutatója. És ha már Pécsről van szó, akkor ugye Vazarellit sem tudjuk elfelejteni, az megy még, vagy lesz még? Igen, az egy nagyon izgalmas munka volt, ugye Viktor Vazarelli biztos sokan tudják, de ugye pécsi származású, Pécshez született, és hát az ő képei, az ő festményeit, hogyha megnézi az ember, akkor sokáig nézi, akkor elkezd mozogni. Bizony. És ez a mozgás készített arra, hogy valahogy a tánc művészettel ezt összekapcsoljuk, és akkor a Művészetek Palotájában volt májusban a bemutatónk, egy nagyon izgalmas előadás, és ezt októbertől reményeink szerint folyamatosan majd megnézheti a közönség. No, de ha már szóba hoztad, hogy mióta vezetted a pécsi balettet, akkor azért csak a rendkedvéért, mert ugye nem mindenki emlékszik az elmúlt évtizedekre vissza, nehéz is, hiszen 60 éves a pécsi balett, és én azt hiszem, hogy amikor 1961-ben elkezdődött, és megindult az első adás, hogy így mondjam tévés nyelven, ez a bizonyos az Iszonyat balladája. Hát ez iszonyatos nagy siker volt, ahogy én olvastam. Ezzel mi van, vagy az mennyi ideig ment? Igen, hát ugye ez volt ugye a pécsi balettnek a legelső bemutatója, és Eck Imre koreografálta, aki alapította a pécsi balettet. Ugye a legrégebbi modern balett együttes vagyunk Magyarországon. A Győri később lett. Győri sokkal-sokkal később lesz, Szeged is, körülbelül egy... Igen.
egy 15 évig, 20 évig, ha lehet így fogalmazni, akkor ugyanúgy, mint a Bambi egyeduralkodók voltunk, aztán utána mindenféle más ital is, és más együttes is bejött a kulturális közegbe. Az Iszonyat balladája az egy emblematikus előadásunk. Nagyon sokáig, amikor 40 éves volt a Pécsi Balett, 45 éves, valami jubileum volt, akkor mindig elővettük. És most én azt gondoltam, már 60 év után, hiszen a táncfészet nagyon gyorsan fejlődik. És változik. És változik. És azt mondtam, hogy tartsuk meg a zenét, és az a történet, amiről szól, az most pont a pandémia kapcsán egyébként nagyon aktuális, és csináljunk rá egy új koreográfiát. És akkor én Zahár Lóránt barátomat megkértem, én rendeztem, és ő koreografálta, közösen raktuk össze a darabot, és gyakorlatilag született belőle egy új darab, amit egyébként a pandémia miatt még nem tudtunk bemutatni, majd szeptemberben a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón szeretnénk egy nagy szakmai gálaműsor keretében bemutatni. Akkor azért, ha már itt a múltban kutakodok egy kicsit, természetesen a játszóhely is változott, és mondjuk nem ott kerül sor az előadásokra, mint 60 évvel ezelőtt. Ugye? Most akkor helyileg egészen pontosan hol vagytok? Már jó néhány éve. Igen, hát jó néhány éve a Zsolnai Kultúrás Negyedben vagyunk, a Zsolnai Negyed rezidens balett együttese is vagyunk, erősítjük a Pécsi Balett, erősíti az ő szakmai rangja, ugye 2010-ben az EKF kapcsán a Zsolnai Negyed jött létre. Európa Kulturális. Így van, Európa Kulturális fővárosa voltunk 2010-ben, igen. Akkor ez a több milliárdos beruházás megtörtént, és hát a szakmai közösségek ott dolgoznak, mi is 2017 óta ott dolgozunk, de természetesen az előadásaink ugyanúgy, mint 60 évvel ezelőtt a Pécsi Nemzeti Színházban vannak nagy részt. Igen, tehát Kőszínházban. Kőszínházban. Ezért is jutott eszembe, mert nagyon sok szabadtéri előadás van mostanában mindenhol országszerte, és nem csak balett, hanem másfajta előadások is, de hát azt nem ugyanaz, sem a koreográfia, sem a díszlet, semmi. Mit tudom én, egy hatalmas szabadtéri színpadon, ahova beférnek 1500-an, mint egy kőszínházban. Hát gondolom azért ez nem kis feladat. Igen. Pláne, hát, hogyha viszitek az előadásokat ide-oda. Abszolút. Ilyenkor ugye a balett együttes réteg műfajból egy ilyen örök túlélők vagyunk, és mi nem engedhetjük meg magunkat, hogy lemondunk előadást, mert hogy mindenhol ott kell lennünk, és ezt a műfajt népszerűsítenünk kell. Általában berendezkedtünk arra, hogy megvan a kőszínházi verziónk, és van egy szabadtéri verziónk is. Itt cenikailag, színpadtechnikailag egy kicsit könnyedebb a dolog, ugye fölfelé nem tud elmenni semmi, de akkor oldalról toljuk be, de én arra mindig nagyon figyelek, hogy ne egy lesoványított verzió legyen, igen, hanem ugyanaz kapja a közönség, csak ezeket a díszletelemek behozását máshogy oldjuk meg. Hát akkor nem zanzásítva van, hanem máshogy oldjuk. Így van. Na most még egy, itt amit említettünk itt egy-két előadás, de a repertoár az most hogy néz ki? Mert nyilván voltak elmaradt előadások, szóval így nem csak a nyár, hanem hogyha előre gondolkodunk már egy kicsit őszre, meg az esztendő vége felé, akkor a régi darabokból egyáltalán mi van még műsoron, mi mindent lehet majd látni. Így van, hát a Carmenünk, amit nagyon szeret a közönség, egy nagyon népszerű balett, a Carmina Buránánk, Romeo és Júliánk, akkor ugye most a Vazerelliet üdökbe jött, van egy Piroska és a Farkasunk a gyerekeknek, fogok csinálni majd a következő évadban egy Ludas Matyit, itt van az Ádám és Évánk, igen. Szóval általában egy olyan 7-10 darabunk van repertoáron, és hát ízlés szerint, ahol amit kérnek, azt viszünk. Hát ha már a gyerekeket említetted, akkor van-e, és ha igen, hogyan Pécsi Balett Mini? Igen, van Pécsi Balett Mini. Ugye ebben az online térben valahogy túl kellett élnünk, és valahogy kapcsolódnunk kellett a közönségünkkel, és hát csináltunk egy olyan kis sorozatot, amiben a táncművészeink, Pécsi Balett szólistái, egyébként az én kislányom, az a szőke kislány, az én kislányom, ő ami ott a képen látható. Így van, igen. A képen látható, de ugye a videóban is ő szerepel, ő mutatja meg ezeket az egyszerű gyakorlatukat, és ugye ebben a korban, ebben a 5-10 éves korban a lányok
imádnak táncolni, balettet tanulni. Uh-huh. Ez a lehetőség nem adatott meg, és egy ilyen formában szerettünk volna a szülőknek is, meg a gyerekeknek is segíteni, hogy, uh-huh. hogy ezt a pandémiás időszak alatt is azért valamilyen uh-huh. szinten űzni tudják. Amielőtt még elfelejtem, mert gratulációval akartam kezdeni, mert hála Istennek nagyon sokféle díjad van, sok-sok, amire mindegyikre büszke lehetsz, bal kézzel alulról fölfelé, így van. Tudom. A legfrissebb az idei, ugye, és az érdemes művész. Igen. Gratuláció akkor most tényleg. Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok, és még egyszer szeretném megköszönni a szakmának, hogy 7 éve vagyok fölterjesztve, és hogy kitartottak mellettem, és minden évben úgy gondolták, hogy egyszer el fog jönni az idő, és hála Istennek így hozta a sors. Viccesen szoktam mondani, a hetes egyébként a szerencse számom. Igen. Sokkal jobb lett volna, hogyha 3-as lett volna, nem? Mert akkor, akkor hamarabb. Akkor talán csak 3-as. Na jó, hát én volna. Azért is hoztam szóba, mert akkor beszéljünk egy kicsit rólad. Már az előbb, mikor mondtad, hogy hány éve és egyáltalán mióta vagy ott, akkor én úgy emlékszem, és úgy tudom, hogy annak idején Keveházi Gábor hívott oda, még hát jókor régen végének 2001-ben, és akkor oda kerültél, és nagyon-nagyon sokáig, de most jön, amire ki akarok lukadni, közben, hát annyi mindent csináltál, hogy azt hiszem, hogy el se lehet sorolni, mert akkor kezdjük talán azzal, hogy mit csináltál a 90-es évek végén Dortmundban. Hozzáteszem, hogy színész, táncos, koreográfus, rendező, mindenben benne. Hogy... Igen, próbáltam is ezeket az iskolákat is elvégezni, tanulni. Valahogy gyermekkoromban lekötött, azt gondolom, hogy ugye reggel 8-tól délután 6-ig tartott az Állami Balett Intézetbe való járás. Azért ott elég nagy terhelés alatt voltunk, és akkor a tanulásra, és itt nem a szakmai tanulásra, uh-huh. hanem az iskolai tanulásra gondolok, azt azért, hogy mondjam, nem vittem túlzásba, de azt gondolom, hogy utána elég hamar rájöttem, hogy a tudásra ilyen formában is szükség van. Elvégeztem ugye táncpedagógus szakon, elvégeztem modern táncpedagógus szakot, klasszikus pedagógus szakot, abból csináltam EMA-t is, elvégeztem a MASZ-ba ezt a színész kettőt, voltak színész szerepek is. Szóval én alapvetően a színházban gondolkodtam egész életemben, a színházat szeretem. A színész szerepek, ha már mondod, az prózai szerepek. Igen. Voltak ezek szerint, úgyhogy akkor még beszédtechnikát is kellett tanulni, azon kívül, hogy nem idézőben mondom csak a zene és a mozgás, hanem még a beszéd is. Na de én azért mondom, hogy nagyon sok helyen, mert hát nem titok, hogy operaház ott is, Kaposváron is voltál. Hát most arról nem is beszélek, hogy a Budapesti Operettszínházhoz mi között volt és mi között van. Műpában csináltál előadást, na most akkor melyik uramat harapjam meg? Ezt a sokféleséget mindig simán tudtad vinni, szóval nem volt szakmai féltékenység, hogy most miért ide mész, miért oda mész, mindenhol lehetett menni, elengedtek? Hát én azt gondolom, hogy igen, szerencsés vagyok, ha el kell azért mondanom, hogy akikre én nagyon sokat tanultam, Markó Iván, Keveházi Gábor, Markó Iván, tényleg ő is, Bolero. Így van, Urrik Dóra és Kisbi Attila. Ezek olyan kaliberű művészek, olyan személyiségek, olyan tudásuk van az üzleti kommunikáción keresztül a szakmai gondolkodásig, hogy nagyon sokat tanultam tőlük, és szerencsés voltam, mert mindig támogattak. Hát és volt is onnan, mert Urrik Dóra 2 vagy 3 évvel ezelőtt éppen telefonon készítettem vele interjút, és hát én személyesen egyszer találkoztam vele életemben, de egy fantasztikus asszony, és éppen a múltkor láttam valamelyik nap, hogy hát megmondhatjuk a korát, mert mindenhol megjelent 76 éves korában, egy magazinnak még modellt állt. Hát szóval hihetetlen. Na de hát az alak megvan hozzá. Na most akkor menjünk még tovább, mert már az előbb akartam mondani a repertoárnál, hogy létezik-e még Kőműves Kelemen, vagy Lamancsa lovagja? Lamancsa lovagja, igen. Az volt az Operett Színházban az első rendezésem. Igen. Na, operettre ezért kezdtem. Igen, az Operett Színházban az első rendezésem. Jövőre egyébként Jekyll és Hyde-ot fogok rendezni. Dr. Jekyll és Mr. Hyde. Így van, így van. Ez egy olyan musical, azt érzem a kollégáimon, a színész kollégáimon, hogy ez nagyon sok színésznek a bakancs listája rajta hiszem. Van. Igen, igen. Úgyhogy akkor ez meg lesz. A másik dolog, hogy
Azt hiszem ez 2 évvel ezelőtt lehetett, mert hogyha Csíksomlyót említjük, és a csíksomlyói passiót, akkor nem biztos, hogy mindenkinek az az előadás jut eszébe, amelyet a te neved fémjelez. Igen, hát erre nagyon büszke vagyok, ugye ezt a Nagy Viktor rendezte Pécset, és lejött a Kerényi. Imre. Kerényi Imre, és azt mondta, hogy ez jobb. Hú, nyugodtan. És ezt egy rádióba is elmondta, és mi a Viktorra olyan büszkék voltunk, hogy ez mai napig, ahogy egyébként egy pár ilyen dolog beégett az életembe, van a dzsungelkönyve. És a dzsungelkönyvében van a Majom királynak egy rap szövege. És a 100. előadásra lejött a Dés, és azt mondta, hogy ezt nem szeretem, ezt a számot, de maga ezt úgy elreppelte, ahogy eddig még soha nem hallottam. Ez igen, hát ez csak gratulálni tudok. Ez is megmaradt, és még talán 1-2 ilyen van az életem, ami nagyon megmaradt bennem. Na most éppen az előbb akartam már mondani a Budavári Palota koncertek, hogy mondtad, hogy itt voltál végig, és próbáltál, és ez egy nagyszerű esemény, rendezvény, már évek óta. Ott ennek mint rendezője vagy, és ilyenkor mindig megfordul az ember fejében, hogy akkor ez most egyszeri, vagy pedig felveszi tévé valamelyik csatorna, ugye? Igen, ez 9. alkalommal lesz látható, fönt a Várban, most bővítjük a nézőteret, 900 főt tudunk majd július vége felé, amikor az előadások lesznek befogadni, ezt fölveszi a televízió, nem tudom, hogy mondhatom-e, hogy melyik televízió, a Duna televízió, és ott szokott augusztus 20-ában élőben lemenni, nem tudom most, hogy itt az olimpia kapcsán most esetleg az időpont változik-e, hát még messze van. De még hát a biztonsági előírásokra direkt nem kérdezek rá, mert ez mindenhol megvan, és szinte napról napra változik. Feltételezem, hogy ti is vigyáztok mindenre. De hát akkor egy gyors kérdés. A kistelepülésen polgármester is vagy még? Igen, van egy halmozottan hátrányos helyzetű kistelepülés, ahol megkértek annó, amikor én oda költöztem Pécsre, akkor nem akartam albérletben lakni. De nyugodtan megmondhatod, igen, hogy hol van ez. Igen, ez Nyugodt Szent Erzsébet. Igen. Ugye Nyugat meccsek legnyugatabbi része, Nyugodt Szent Erzsébet. 80-as években egy fantasztikus, gyönyörű, szép település volt, és aztán a rendszerváltás után romákat telepítettek oda, és nagyon vegyes lett a lakosság, és csak azért fontos elmondani, mert hogy megint a művészet kapcsán megkértek a falusiak, hogy induljak, senki nem ismert. Hát azért egy kis közösségben. És lementem, senki nem nyitott ajtót. Kutya, ugatás, hallottam, hogy benn van, senki nem akart velem szobálni. És egy harmadap lementem, és elkezdtem énekelni, hogy Sudetut se Sudetut, Palamandre Sudetut, Palamandre Szulimányi Koiba, hopp, hopp, kena csacsi boka. Elkezdtem még énekelni, kijöttek a rokonság, és 76%-kal megnyertem a választást, és ezt megint ugye néptáncon ugye cigánytáncokat és cigánydalokat, és egyszerűen meg tudtam őket fogni, azóta is azt gondolom, hogy nagyon jó a településsel a viszonyom, úgy gondolom, hogy nagyon sokat segítettem, és mindig elmondom nekik, hogyha úgy gondolják, hogyha ők találnak maguk között már valakit, aki érdemes, akkor én hátrébb lépek, én addig segítek, amíg nekik szükségük van rá. Hát akkor gyanázod a romalakert. Ja, igen, abszolút. Akkor memória gyakorlat, az időnk lejár, de erre a fél percre még mindenféleképpen rákérdeznék. Azért mondom, hogy memória gyakorlat, hogyha most kedves Ficsúrnak szólítanálak, akkor mi jut eszedbe? Igen, valahol Európában. Igen, elég régen volt, de hát az is megvolt, ugye? Így van, azért nagyon izgalmas. Az volt az első ilyen nagyobb szerepem, és a kis színész vizsgámat, amikor a maszk kijött, akkor ezzel a szereppel, ezt a szerep kapcsán kaptam meg aztán végül is a kis oklevelemet. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy jöttél, és akkor további sok sikert. Itt is, ott is, amott is, mert hogy hála Istennek, és szerencsére sok helyen fordulsz meg. Igen. Meg. Van, ha az embernek egy jó felesége van, akkor képes erre. Igen. Köszönöm. Én is köszönöm. Nem akarom elviccelni a dolgot, de most már azt hiszem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kint vagyunk a vízből. Már csak azért is, mert hát kitört a nyár, természetesen, ami mindenféleképpen így marad, az nagyon jót tesz azoknak, akik majd július 31-én
megpróbálnak átjutni a Balatonon, mert hogy ismét lesz Balaton átúszás. Most, hogyha visszagondolunk egy kicsit a megelőző évekre, mert ez nem az első, akkor változott-e valami, vagy pedig nagyjából ugyanazok a feltételek, most úgy értem, hogy a helyszín, honnan, hová, Révfülöp, stb. Hát ezt te jobban tudod, van táv, meg fél táv, úgy, mint így a van. Futásnál. Szóval akkor először is tegyük tisztába azt a dolgot, hogy ez most Révfülöp és Balaton Boglár, és ennyi? Nem. És ezen belül mi? Nem. Igazából a nagy táv, az 5,2 kilométer, az a klasszikus, amit te is mondtál. 39. alkalommal rendezzük egyébként. A hagyomány az 42 évre nyúlik vissza, csak hát volt egy-két viharos időszak, és ahogy te kezdted, most túl vagyunk a viharokon, és remélem, hogy addig nem csak kint leszünk a vízből, hanem túl leszünk ezen a viharos időszakon is. A tavalyi évben is a pandémiás időszak ellenére meg tudtuk rendezni, és közel 9000-re jöttek el. És volt egy újdonság, amit idén most már hagyományosan mondhatom, megismétlünk, ez a féltáv. Igen. 3,6 kilométer, ami Balatonbogláról indul, és Balatonboglára jön vissza. Igen. Tehát ez egy ilyen... Körút. Igen, beúsznak 1,6 kilométert, és ott visszamennek a folyosóba, csatlakoznak a hosszú táv úszókhoz, és velük együtt jönnek ki a célba. Idén van egy másik újdonságunk, ami szintén 5,2 kilométer, és Révfülöpről indul, ez pedig a SUP. Amit úgy írnak, hogy SUP. SUP. Igen. Egyre népszerűbb. Bármerre jár az ember az országban. Na mi ez? Ugye... Azt akarom mondani, hogy ugye mindenütt futóba botlik, de most már, ahol vizet lát, ott lát ilyen szaposokat is, akik állnak egy deszkán, tulajdonképpen egy vasaló deszkán állnak, ami vagy felfújható, vagy olyan, mint a szörfdeszka, tehát egy ilyen merev fából, műanyagból készült deszka, és állva evezővel mennek vele. Ez iszonyú népszerű lett az utóbbi időben, tényleg a különböző sportszergyártók nem győzik gyártani ezeket az eszközöket, és ezen felbuzdulva gondoltuk azt, hogy először kipróbáljuk ezt is első de alkalommal. Jó. Na most, hát akárhogy is nézzük, hogy nagyon jó nyár van, meg Balaton átúszás van, de hát még járvány időszak van még mindig, és feltételezem, hogy ebben az esetben a Balaton átúszásnál is megvannak azok a szabályok, amelyeket mindenféleképpen be kell tartani. Most nem a biztonsági intézkedésekre gondolok, majd arról később, hanem egyáltalán aki jelentkezik, minek kell megfelelni, vagy egyáltalán, hát mondjuk egy csapatban, vagy egy turnusban, vagy egy helyen 500 ember, vagy annál több lehet, vagy hogy van? Igen, tehát ez nyilván miután 16-án elindítottuk a nevezést, most már több mint 2000-en vannak, akik jelentkeztek. Reméljük, hogy ebbe az évbe is elérjük ezt a 8-9 ezer fős indulói létszámot. Ezért aztán mi természetesen az 500 fő fölötti események sorába, tehát tömegrendezvényként tartja számon mindenki. Balaton egyik legnagyobb rendezvénye, tavaly egyébként a legnagyobb volt, és hát a mindenkori pandémiás szabályoknak megfelelően kell nekünk is a szervezést végeznünk, oltási igazol. De ezek miután egy hónap múlva lesz az esemény, addig még változhat. Tehát az aktuális, így mondom, szabályoknak megfelelően rendezzük meg. Most úgy néz ki, hogy kell oltási igazolványt kérnünk, és természetesen nem a pandémiás helyzethez igazodva, hanem a hagyományokhoz orvosi igazolást is kérünk mindenkitől. Igen. Tehát egy hónapnál nem régebbi orvosi igazolással, vagy a helyszínen tud valaki végeztetni orvosi vizsgálatot. Erre feltétlenül szükség van. Ugye itt végig a feje, már aki mellúszásba úszik, kint van a vízből, de hát aki gyorsúszásba úszik, annak is sok testrésze kimegy és megéghet. Tehát védekezni kell a nap ellen, és esetleg ez okozhat problémát, esetleg görcsölhet. Ugye a legnagyobb probléma az, hogy a téli időszakban zárva voltak az úszodák. Így tehát nem tudott
rendszeresen készülni senki még, aki akart volna sem. Viszont most, miután ilyen jó lett az idő, ezért a szabad vizekben is lehet már úszni, meg az úszodák is megnyitottak, de ezt a szabad vizet, ezt 10 felkiáltó jellel mondom, hogy aki csak úszodába úszott, az is próbálja ki magát szabad vízben, mert egészen más. Mint ahogy más például folyóvízben. Igen, így van. Na most erről jutott eszembe, hogy változik a helyzet, vagy változhat a helyzet, és én mindig elmondom a hallgatóknak és a nézőknek is, hogy a sport a kultúra része, és már csak azért is, mert ez egy kulturális magazin, de az jutott eszembe, hogy akik megjelennek, színészek, közéleti személyiségek, szóval nagyon-nagyon sokan részt vesznek a Balaton átúszáson, és azért hoztam csak szóba a színházat, mert ott is hétről hétre változott akár az ülésrend, akár ez, akár amaz, hát itt is mindig a jelenlegi és az akkori állapotnak kell mindenféleképpen megfelelni. Na most még egy, ezért mondtam az előbb a biztonsági intézkedéseket, én azt olvastam meg úgy nagyjából még emlékszem is rá, hogy nagyon sok vitorlás van, amelyikről figyelik az átúszókat, és de kis hajók is vannak, hát attól függ, és ezt azért hozom szóba, mert mi az az úszó folyosó, mert még ilyen is van. Igen, több mint 1500 rendező dolgozik az úszók biztonságáért, és 130 vitorlás, természetesen nekik nem az a dolguk, hogy az úszók között lavírozzanak, hanem belőlük alakítunk ki egy úszófolyosót, ami tavaly 130 vitorlás volt lehorgonyozva az úszók mellett, a másik oldalon egy bójasor van, és a kettő között kell úszni, és a vitorláson lévő személyzet figyeli az úszókat, nem csak figyeli, hanem segít is. Igen. Van, aki megszomjazik, ugye hát a Balatonból nem lehet inni, akkor mi biztosítunk vizet minden vitorláson, vagy adunk szőlőcukrot is, tehát hogyha valakinek leesik a vércukorszintje, vagy úgy érzi, hogy kicsit a gyomrával probléma van, akkor vízzel, szőlőcukorral tud frissíteni, meg tud állni egy picit a vitorlásoknál, föl tud kapaszkodni, beszélgetnek, lelkileg rendbe teszik. Is, akkor nem, hanem természetesen ilyen. Ezen kívül egyébként van 3 kórházhajónk lehorgonyozva, a 3 felé osztva a távot, ahol orvosok segítenek, és ezen kívül a Balatoni Vízirendészet és a Vízimentők Országos Szolgálata nagyon sok hajóval segít nekünk olyanokkal, akik olyanokkal, amik jól felszereltek. Tehát... Hát én balesetekről nem nagyon hallottam, hogyha visszagondolunk az elmúlt évekre, úgyhogy... Nem is a baleset, de azért hát, van, amikor hűvösebb, igen, hűvösebb az idő, akkor görcsök lehetnek, igen. Meg ha nem hűvös az idő, akkor is azért az úszóknak a 70%-a az 2 óra és 3,5 óra között ússza le a távot. Tehát ennyi időt ott kell tölteni a vízben, és ennyi időt úszni kell, tehát ez egy komoly erőfeszítés, senki ne gondolja, hogy hú, most fölkeltem reggel, oda megyek és átúszom, nem, aki így van, vagy bizonytalan egy kicsit, inkább lebeszélem arról, hogy jöjjön. De hát akkor azért is nagyon nehéz dolog ez, mert a futásnál, most úgy értem, hogy akár félmaraton, akár maraton, azért megvannak azok a pontok, ahol frissítőpontok, na de hát itt most a vízben frissítőpont azért egészen máshogy néz ki, de ha már itt említetted, hogy milyen sokan indultak, én azt olvastam, mondtál 100%-ot, de erről jutott eszembe, hogy valamikor még a 70-es évek végén, és hogyha jól emlékszem, a statisztika szerint ott 1979 volt, így hogy van. Akkor mindössze 4%-a volt nő, igen. Hölgy. És akkor 379-en indultak, tehát igen. nagyon kevés volt a résztvevő, amikor indítottuk na ezt de az hát egészet. Tavaly megállítólag már 1/3 nő volt. Hát hölgyek. Körülbelül inkább a 40%-a az volt a hölgy induló 39 pár százalék, úgyhogy igen, a hölgyek egyébként mindenütt nagyon nagy arányban szálltak be a szabadidősportba, a futásnál is, persze. A félmaratonnál már majdnem, hogy többen vannak, mint a férfiak, és megmondom őszintén, én szeretem is a hölgyindulókat, mert ők sokkal tudatosabban készülnek. Hát így is meg lehet fogalmazni. Igen. Mindenképpen. Akkor díjazás van-e? Hát mindenki kap egy pólót. Na, épp ezt akartam kérdezni, igen. Megúsztam felirattal, és
aki beír a célba, időt mérünk természetesen, igen, tehát egy mágnes szalagos karszalaggal úszik mindenki, amikor elrajtol, akkor az elindítja az ő óráját, és amikor beír a célba, akkor azzal állítja meg a saját idejét, és így tudunk majd a végén egy rangsort adni, hiszen 8 órától 12 óráig lehet rajtolni. Ez aki 12-kor rajtol, gyakorlatilag az is megnyerheti a versenyt. Igen. Tehát később tudjuk csak összerakni. Hát van, aki indul, aztán így van. Igen, azért azt szeretnénk, nem szeretnénk, hanem a kiírás szerint 3 óráig be kell írni a célba. Igen, igen. Tehát aki kicsit lassabb, nem olyan biztosan úszik, vagy mellúszásba úszik végig, azt kérjük, hogy ne 12-kor szálljon vízbe, persze, hanem jöjjön sokkal korábban, hogy legyen ideje teljesíteni a távot. A versenyzők, és szándékosan használom most ezt a szót, összetétele milyen? Na most tulajdonképpen, aki elindul, jelentkezik, regisztrál, minden tekintetben mindennek megfelel, akkor itt profik is indulhatnak, amatőrök is indulhatnak, háziasszonyok is indulhatnak, és netán az olimpiára már nem éppen készülő országos bajnokok. Igen, hát a csúcsot egyébként Rasovszky Kristóf tartja 57 perccel. Az igen. Tehát egy órán belül úszott. És világhírű. Igen, tavaly állította fel ezt a csúcsot. 4 évvel ezelőtt úszott Risto Véva, 1 óra 43 másodpercet, tehát ő is szuper, egy csoda, hogyha egy óra közelében hát most tud bárki. Most már nem versenyez. És nem megy olimpiára sem, most egy fiatalabb hölgy. Így van, de hát bízunk benne, hogy eljön, hát el persze, szoktak ők is jönni. Ugye az olimpiára készülők nem tudnak jönni, hiszen akkor valószínű, hát hogy Tokióba lesznek, igen, de ha esetleg halasztanunk kell, akkor még a következő hétvége áll rendelkezésünkre az engedély szerint a hatóságoktól, igen, hogy megrendezhessük, hogyha netalántán 31-én olyan időjárás lenne, ami nem megfelelő. Egyébként... Ez bocsánat, ki dönti el, hogy megfelelő vagy nem megfelelő? Vagy nyilván zsűri, meteorológusok? Van egy társaság, aminek én is tagja vagyok szerencsére. Megjósolod a jó időt. Megjósolnám, igen, de nem ezen múlik, hanem a Siófoki Obszervatóriumban két nappal előtte, az esemény előtt két nappal összegyűlik a vízirendészeti kapitányság vezető, a helyi rendőrségtől, a legfontosabb a meteorológusok és az obszervatórium igazgatója. És az a műszaki felszereltség, volt szerencsém látni, az ott olyan nagyszerű, hogy szerintem még tévedni se lehet. Igen, 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 ez egy csoda. Eddig még mindig sikerült megjósolni. Tehát amikor azt mondták, hogy nem tudjuk megrendezni, akkor tényleg így volt, és amikor megrendezhettük, igen, akkor volt olyanunk, hogy előző este még viharos volt, hullámzott, és egyszerűen ott álltam, toporogtam, hogy mi lesz itt. és reggelre kisimult a víz, ahogy ígérték az obszervatóriumban. Akkor semmiben nem kisebbítve az úszók és a résztvevők megjelenését, de azt hiszem, hogy ez a vitorlásoknak is egy nagyszerű esemény, mondta az úszófolyosót. Hát én szerintem, akik szeretnek és tudnak is vitorlázni, ugyanúgy örülnek, hogy egy ilyen helyen lehetnek, még ha hivatalosan szolgálatban is vannak, akkor igen, is, nem? Így van. Így van. Nagyon sok jelentkezőnk van vitorlás klubokból, akik jönnek és önként ez igen, vállalják ezt a dolgot. Még két számot, ha megengednél hát nekem. Hát én meg is kérdezném. Igen. Nem ezzel kapcsolatban, igen, hanem a 79 óta tartó úszó folyamatban 201 ezernél többen úsztak, és ez a 201 ezer ember több mint háromszor úszta meg a hold-föld távolságot. Hát ez egyszerűen csodálatos. A rakéták ugye nem úszva mennek, elég lassan érnének oda, igen, de ezt a távolságot legyűrték. Hát ez nem egy politikai műsor, és a Balaton átúszás sem egy politikai sportesemény, de szándékosan nem említettek neveket, de nagyon jól tudom, hogy politikusok is nagyon sokszor elmennek, és meg teljesítik a távot, és akkor én az egyik hölgyet megkérdeztem, hogy hát az rendben van, szeretjük az úszást, mire ő azt mondta, hogy igen.
gyerekkorom óta, de hát ennél jobb reklám egy politikusnak, mikor kijön a vízből. Igen. Ugye van ilyen? Vagy igen, 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 ez alatt a időszak alatt rengeteg politikus, híres ember, ahogy említetted, színészek, közéleti személyiségek, akik jönnek, és két csoportot azért kiemelnék, az egyik az az úszóerőd, több mint 300 katona úszik, úszóerődként a versenyen, és van egy BM konvoj, ahol a belügyi dolgozók is jöhetnek, ők ilyen 200 körüli létszámmal szoktak jó, részt venni. Egy mondatot választ kérek, csak természetesen, aki nem megy el, vagy nincs ideje, az meg tudja nézni, feltételezem, hogy azért lehet látni ezt a versenyt televízióban is, és nem csak rádióban hallani a közvetítést. Természetesen, és ugye most már az internet korában. Na, ezt akartam itt a mondani, igen. Honlapunkon, a Balaton átúszás honlapján a rövid filmet, összefoglalót meg lehet nézni, akár a régieket, az archívumban, akár a legfrissebbet. Jó. Nagyon szépen köszönöm, és akkor nagyon remélem, hogy minél többen fognak együtt csobbanni. Köszönöm. Kedves nézők, akkor, ahogy a műsor elején ígértem, egy kicsit beszélünk a csókról, mert hogy július 6-a a csók világnapja. Az persze máig tisztázatlan, hogy ki kezdeményezte, de minden esetre ezen a napon világszerte ünneplik az emberek, és hát nagyon szeretik. Talán azért is, mert csókolódzás közben boldogsághormonok termelődnek, például endorfin, szerotonin, adrenalin, és nem is sorolom tovább. Ráadásul közben megvizsgálták 34 különböző arcizmot használunk, ami megakadályozza például a bőr ráncosodását egy darabig, tehát tulajdonképpen az öregedést. Hát aztán most az időre való tekintettel én nem sorolom végig, hogy milyen volt a leghosszabb csók, meg a legrégebbi csók, mert volt csókmaraton is, de hát azért a legizgalmasabb, legérdekesebb dolgokat itt felelevenítjük, mert hogy milyen jótékony mellékhatásai is vannak a csóknak, azt meg lehet nézni, mert például közben 2 perc alatt 15 kalóriát égethetünk el. Na szóval nézzük inkább a művészetet, mert azt hiszem, hogy mindenki ismeri Rodennek a Csók című szobrát, amit 1889-ben készített, vagy ebben az időben Gustav Klimtnek a Csók című képét. Aztán 1908-ból is vannak mindenféle híres csókok, még a mesében is, hiszen hát gondolják meg, hogy Csipke Rózsikát 100 éves álmából a herceg csókja menti meg. Vagy például a béka herceget a nő csókja teszi ismét, hozza vissza férfivá. Persze nem minden csók egyforma, mert ugye van puszi is, meg kézcsók is, vagy például az Eskimo és a Maori közösségben ott az orrukat dörzsölik össze ez ügyben, és csak zárójelben jegyzem meg, hogyha valaki még utána akarna nézni, még tudományos neve is van, filematológia. Aztán a kereszténység leghíresebb csókja nem a szerelem, hanem az árulás csókja. Igaz, mindenkinek már eszébe juthat Júdás csókja. És a filmeken is megjelent a csók természetesen. Az első 1896-ban csattant el a The Kiss című néma filmben, hogy aztán nagy vihart is kavart természetesen, és 47 másodpercig tartott. Hát aztán sorolhatnám én a filmeket, 1939-ből ott volt az Elfújta a szél, vagy 1942-ből a Casanova, vagy azt hiszem 1960 az Édes élet. Szóval ezekből, ha csak egy-egy képet látunk, akkor nyilvánvalóan mindenkinek eszébe jut mindez, és természetesen a magyar filmeket is meghódította a csók, mert hogy az első film a Bánya titka volt 1918-ban, ez is néma film volt még, és még nem volt természetesen közelkép a csókról, hanem totálban készültek a felvételek. Aztán 1939-ben megjött, ki nem emlékezne rá, vagy ki nem látta volna, a Halálos tavasz Jávor Pállal és Karádi Katalinnal, és még a rajzfilm is felfedezte 1973-ban Jankovics Marcell János Vitéz című alkotásában is megjelenik, és aztán még sorolhatnám tovább. Azt mondják egyébként, hogy az állatok is ismerik a csókot.
ha méghozzá meg is jelent, rajz vagy animációs filmeken, amikor is spagetticsókról van szó, mert hogy közben tésztát szürcsöltek. Ez a bizonyos Suzi és tekergő. Aztán így összegzésül azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy a romantikus mozdonzalom és a vágy mindez kifejeződik a csókban. És legyen ez így nem csak július 6-án a világnapon, hanem máskor is. Egy csók és más semmi, a vágyom csak ennyi, és csendben elmenni tovább. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi volt a Kulturális Magazin a Nagykörút. Legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében készült.